Az új gazdálkodási év kezdetétől páratlan összefogást indított útjára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az együttműködés résztvevői a deflektor kötelező használatára és a csávázott vetőmagok környezettudatos használatára hívja fel a gazdálkodók figyelmét. Milyen általános irányelvek vonatkoznak idén a csávázott vetőmagok használatára? A növényvédő szereknek a használata, legyen az akár permetezés, állománykezelés, a csávázás is hasonló kockázatokkal jár, és hasonló szakértelmet és felkészültséget igényel, mint egy általános növényvédőszer használat. A csávázó szerekre is a növényvédőszer engedély okiratoknak az előírásai vonatkoznak, amiket minden körülmények között be kell tartani. Mit lehet tudni a deflektorra vonatkozó szabályozásról? Ki ellenőrzi a deflektor használatát? A deflektor ugye előír felszerelésének kötelezettségét a pneumatikus vetőgépekre, a csávázószer, mint növényvédőszer engedélyokirata előírja. Növényvédőszer, csávázószert is csak engedélyokiratnak megfelelően lehet szabályosan használni. A használatnak a meglétét és az engedélyokiratnak megfelelő növényvédőszer használatot ugyanúgy, mint bármilyen más technológia esetén, a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai ellenőrzik, és szükség esetén szankcionálják is. Miért fontos, hogy felszereljük a deflektort a pneumatikus vetőgépekre? A pneumatikus vetőgépeknél ugye pár évvel ezelőtt a leporlás okozott súlyos mélypusztulást, és erre reagálva a növényvédelmi területet felügyelő hatóságok mind Európai Uniós szinten, mind hazánkban felismerték, hogy szükséges ennek a szabályozása és a kockázatoknak a csökkentése. A támogatóknak köszönhetően a deflektor.hu oldalon egy regisztrációs kérdőív kitöltése után már több száz gazdálkodó jutott ingyenes deflektorhoz. Az akció korántsem zárult le, nagy kedvezményekkel továbbra is igényelhető a deflektor.